És akkor térjünk is rá a mai témánkra, egyszer az illuminátusokra, illetve, hát János. Hát muszáj rátérni az illuminátusokra, mert ugyanis a szabad könyvességnek az a része, ami ma domináns, és amit magát más néven nevezi, mindenütt más névnek, tehát nem illuminátusnak, és amely megbúvik a mögött, a szabad könyvesség mögött, amely, mint már mondtam, az angol mintájú szabad könyvesség, amely reguláris, amely őrzi a hagyományokat, és amely elsősorban ma már a köpönyegéül szolgál annak az illuminátusnak, amely emögé, hogy úgy mondjam, a szelíd szabad könyvesség mögé bújt. Na most ez az akció, hogy ez megtörtént, ez már 1782-ben Wilhelmsbadba történt meg, amikor 3 millió szabad könyvesnek a képviselői, körülbelül 2,5-3 ezer illuminátus, még nem szabadkönyvesek, de illuminátusoknak a képviselői, és igen, a már létrejött nemzetközi pénzkartel, és innen van az, hogy elágasztatják különböző irányba, de ez a nemzetközi pénzkartel is ott volt, mert ugyanis Wilhelmsbadban éppen, hogy a Mayer-Amzer Rothschildnak a palotájába zajlott le az a tanácskozás, amely 82. július 15-től szeptember 1-ig tartott, egy nagyon komoly tanácskozás volt, sok részvételvel, több mint 36 szekció, illetve 36 komoly nagy vita és tanácskozás volt, és itt döntötték el, hogy a illuminátusok bemennek a szabadkönyves páholyokba, elfoglalják annak a vezetését, és végrehajtják azt a világstratégiai célt, hogy létrejöjjön egy világállam. Na most nézzük meg, hogy amikor 1776-ban az illuminátusok létrejöttek, mi volt a céljuk? Hát direkt ide kitettem, a fő programpontjaikat 7 programpontba foglalom össze. Az egyik az volt, hogy ne legyenek békés kormányok, legyen sok háború, mert ha háború van, akkor minden mozgásban van. Szűnjön meg az öröklési jog. Meg kell szüntetni a magántulajdont, hogy minden tulajdon egy szűk csoport kezében legyen. A patriotizmust, a hazafiasságot, tehát az, hogy valaki kötődik a szülőföldjéhez, meg a népéhez, azt fel kell számolni. A családi szerkezetet fel kell bomlasztani. Valamennyi vallást fel kell számolni, és létre kell hozni egy világállamot, egy világkormányzattal. Ez 1776. Na most, ha megnézzük, ugye már majd meg fogjuk nézni, hogy ma is milyen világstratégiák küzdenek egymással, mert most csak utalok rá, hogy 3 világstratégia küzd egymással, most csak megnevezem őket. Az egyik ez, amit már az illuminátusok kezd, ez az egyik. A másik az iszlám, amely szintén egy világállamot akar, és van a harmadik, amelyik ellenáll, amelyik ragaszkodik a nemzetállamhoz, amit úgy szoktak nevezni, hogy nacionalizmus, de valójában védi a keresztény kultúrkörhöz tartozó családot, és a nagyobb családot, a nemzetet. Tehát egy teljesen normális dologról van szó. Tehát egyértelmű, hogy ma a mai világstratégiája a szabadkönyvességnek az visszamegy az illuminátusokhoz. Na most, amikor ezt eldöntötték Wilhelmsbadba, akkortól kezdve tényleg rohamosan megindult az a elég jól megszervezett, szakszerűen végrehajtott akció, hogy szépen az illuminátusok beépültek a többi szabadkönyvességbe, tehát a kb. 3 ezer beépül a 3 millióba, és átveszi annak a vezetését, és az első nagy program, ahol vizsgázott az illuminátus
vezetési szabadkönyvesség, az volt a francia forradalom. Mert a francia forradalom előtt lényegében az összes francia páholy, több mint 40 volt, az már mind Grand Orientes volt, és a Grand Orient a 100%-osan illuminátus irányítás alatt állt. Vagyis azt a programot követte, amit én most nagyon röviden 7 pontba összefoglaltam. Tehát tényleg mérföldes lépetekkel, mert tudjuk, hogy hogy zajlott le a francia forradalom, nem megyek bele a részletekbe. Itt óriási viták voltak a brit szabadkönyvesség és a francia szabadkönyvesség között. Igen, a németek még nem játszottak olyan nagy szerepet, mert hiszen ekkor még Németország nem, tehát volt ugyan formálisan egy német-római birodalom, de valójában ez egy nagyon is szeparatizmusba süllyedt ország volt, ahol kiskirályok, választófejedelmek, stb. Tehát sok pici államból állt még Németország, a német egység még odébb van. És valójában az illuminátusoknak óriási szerepe volt a német egység megteremtésében, mert ugyanis azt mondták, hogyha ennyi sok német államocska van, az ott mindegyiket kontrollálni, ez rettenes, mindegyiket másképp, ez rettenetesen nehéz. Legyen egy egységes német birodalom, vagy német állam, és ott tulajdonképpen a központosított német államot a sokkal könnyebb nekik az illuminátusoknak az ellenőrzésük alatt tartani. Na most tényleg megint óriási léptekkel megyek előre, hogy mi lett az illuminátusoknak a sorsa? Hát 77 megalakulnak, 82 Wilhelmsbad, 85-ben történt egy malőr. És ez azt jelenti, hogy amikor Weishaupt kidolgozta Mondjuk egy mondattal azért, hogy ki volt Weishaupt. Adam Weishaupt, jó. Akkor Adam Weishaupt, akihez többek között a kommunista szó is hűződik, ezt ő írta le először, ő találta ki. És aki az ingolstadti jezsuita egyetemnek volt fiatal oktatója, már 23 éves korában a kánonjogot oktatta. Tehát rendkívül tehetséges emberről van szó, de aki már családi, tehát von Haus családból rendkívül sok ismeretet megszerzett a különböző ókori ilyen titkos társaságoknak, ilyen gnosztikus, tehát az ókor titkait, misztériumait kutató társaságoknak a működéséről, de aki előtt mégis, amikor megszervezte az illuminátusokat, a jezsuita rend állt a szem előtt, mert ő egy jezsuita egyetemre járt. Sőt, egy jezsuita egyetemen, jezsuták nevelték föl, mert árva lett 5 éves korába, és a nagybátyja az a jezsuitákhoz adta. És, mert ő egyébként egy rabbinak a fia volt, de a nagybátyja az már katolizált, és ő is katolizált, és katolikus iskolába adta Weishauptot, és így nőtt fel, de szem előtt, amikor megszervezte az illuminátus rendet, a jezsuiták lebegtek, az, ahogy ők működtek. És például valamit erről a illuminátus rendről, mert elképesztő sikere volt, hogy csak egy példát mondjak, hogy milyen nagy sikere volt, hogy az amerikai alapító atyák között már voltak illuminátusok, mégpedig Benjamin Franklin révén, aki elsőként ismerkedett meg, és aki jó kapcsolatot tartott Weishaupttal. És már az Egyesült Államok hivatalos állami pecsétjét, amire a Continental Congressus adott, tehát a kontinentális kongresszus adott megbízást, azt
Benjamin Franklin az illuminátus jelképek alán, amelyekből itt most látunk egy párat, ennek alapján szerkesztette meg, és ma is ez az Egyesült Államok állami. De mondok egy másik érdekesebbet. Például illuminátus volt második Katalin orosz cárnő. Hogy van ez? Hát úgy, hogy először is ugye második Katalin az valójában egy német hercegnő volt, cárné lett, és mert meghalt a férjétől örökölte ugye a cár, és az Oroszország egyik legnagyobb uralkodójáról van szó. És ő is illuminátus volt, de nem sokáig, mert ugye az illuminátusoknál az volt a szabály, hogy évente kellett több jelentést írni olyan fölöttesnek, akiről nem tudta, hogy az ki. Ugyanakkor ő neki kellett két embert megfigyelni, akikről kellett a jelentéseket írni. És mivel ő azt a utasítást kapta, hogy az orosz hadsereg legfőbb parancsnokáról, Szuvarovról kellett neki jelentéseket írni, hát ezt egy idő múlva megunta, és kilépett. De vagy nézzük a magyar szabadkönyveseket. Ugye Martinovics Ignácékat 1795-ben itt a Vérmezőn ugye kivégezték. Tehát Martinovics Ignác, Hajnóci József, Zsigra és a többi. Négyet végeztek ki. Na most ezek nem egyszerű szabadkönyvesek, ezek nem az angol jánosrendi reguláris szabadkönyvességhez tartoztak, hanem ezek illuminátus szabadkönyvesek voltak. És elkezdtem már mondani, hogy egy malőr történt 1785-ben, mert amikor ment a Weishaupt utasítása, ment Párizsba, a többek között Égalité Fülöpnek, ugye az orléani hercegnek, aki akkor a francia Grand Orient szabadkövesség nagymestere volt, hogy kell előkészíteni a lényegében azt, amiből lett a francia forradalom, meg lett például a királyi háznak, tehát a királynak és a feleségének, Mária Antoinette-nek a lefejezése, és ezt ebbe a futárba belecsapott útközben a villám, Regensburg közelébe, és meghalt. És a belevarva a ruhájába megtalálták a Weishauptnak az utasításait, meg egy sor dokumentumot. És ezek után a bajor kormány elrendelte az összes illuminátusnál a házkutatást, és rengeteg dokumentum került elő, és ezeknek a dokumentumoknak a hatására elrendelte ezeknek a letartóztatását. Weishaupt megúszta, mert ő Gothába, a gothai fejedelem, választó fejedelem, az is illuminátus volt, és az megszöktette. Járvás. És ott élt. És csak még annyit hozzá akarok mondani, hogy ekkor a bajor kormány készítette egy fehér könyvet, és az összes fontos uralkodónak elküldte a francia királynak, az angol királynak, az orosz cárnak, hogy készül egy összeesküvés, amely minden, lényegében minden uralkodóház megdöntését a terveibe vette fel, és a vallásokat is meg akarja semmisíteni. Csak hogy senki nem vette komolyan a bajor figyelmeztetést, és nem volt foganatja, de tényleg most már... Engedd meg, hogy a szabadba vágjak. Összvisz, erős 3 percünk van. Hogy jutunk el az első világháborúhoz? Úgy jutunk... A két világháború közé, mert ezt próbáljuk meg valahogy besűríteni, hiszen a negyedik részben erről fogunk főképp beszélni, illetve a máról. Jó. A mai összeesküvésről, amit összeesküvésnek gondolnak az emberek, de valójában ez nem összeesküvés, ezek valós dolgok. Hát az összeesküvésre azt szokták mondani, hogy elmélet, de azt hozzá kellene mondani, hogy egy része tényleg elmélet, spekuláció, de egy része valóságos összeesküvés, és kár elméletnek nevezni. Na most menjünk tovább. Úgy jutunk hozzá, hogy ennek a világ
célnak, világstratégiának, amelynek a végén, tehát egy központból irányított világrendszer, világállam létrehozása működik, amelyet egy szűk elit irányít a pénzrendszer segítségével. Ez már ki volt dolgozva ebben az időben. Na most ehhez az utakat... Tehát már akkor ki volt dolgozva. Így van, így van. És amikor de Virieu Grofot megkérdeztek, aki részt vett ezen a Wilhelmsbádi tanácskozón, miről volt szó, azt mondja, nem mondhatja el, mert ez szigorúan titkos. De annyit elmondhat, hogy komolyan kell venni, és eznek a stratégiának minden realitása megvan arra, hogy sikerre menjen. És amit látjuk, sikerre is ment, de menjünk tényleg mérföldes léptekkel. Tehát az egyik út, hogy ezeket a programokat, hogy el lehessen érni oda, ahova a 21. században elért az illuminátusság, amely magát nem nevezi ma illuminátusnak, de létezik, és ezt a stratégiát követi. Na most... Ehhez forradalmakat kellett csinálni. Nézzük meg, hogy hány forradalmat csináltak például Franciaországban. Az egyik ilyen fontos forradalma az 1800-nál, azt is a szabadköves, az is párizsi szabadköves, meg aztán ugyanehhez függ össze például az olasz irredenta, amit a Carbonarik meg a Giuseppe Mazziniék csináltak. Giuseppe Mazzini, akinek az egyik beosztottja. Kossuth Lajos volt. Az a Giuseppe Mazzini adott Kossuthnak tulajdonképpen szállást és egzisztenciát, aki a Carbonariknak a vezetője volt, és az illuminátusok, az akkori illuminátusok, mert ugyanis Giuseppe Mazzini lett, 1830-ban meghalt Weishaupt, és Mazzini lett az utóda. De menjünk tovább. Itt van a kezemben, már másodszor hozom el, hogy sikerült az illuminátusoknak megvalósítani a szabadkönyvesség világszintű egységét. És ebben az időben volt úgynevezett, nem ez volt a címe, bonyolultabb címe volt, de volt egy szabadkönyves pápa, vagyis világ, az egész világ szabadkönyvességnek egy vezetője, úgy hívták, hogy kérem szépen, itt van az ő neve, kérem szépen, ez egy rendkívül nagy tekintélyű ember volt, és az ő Bibliát, amit megért, azt Albert Pajka neve, és amit megírt, Morals Dogma, ez több mint 1000 oldalas könyv, és ebbe benne van, hogy mi a világ szabadkönyvességnek a célja, és az is benne van, hogy a vallás vonatkozásában mi a célja, vagyis leszögezi, hogy az illuminátus szabadkönyvesség célja a Lucifer imádó vallási kultusz és egy szinkretikus Lucifer imádó világvallás létrehozása, aki ebbe kételkedik, szíveskedjék fölütni és elolvasni Albert Pike, akinek egyébként szobra van Washingtonban. Igen, igen, igen. Úgyhogy ennyit sikerült már elmondani.